Az Aquarius a Város Vízhordója 2011 nevű projektum az általános iskolások, valamint közvetetten a szüleik és tanáraik figyelmét szeretné felhívni az édesvíz tisztán tartásának fontosságára. Pored dece, na izgled pasivno, ovom projektu naravno učestvuju i njihovi nastavnici i roditelji, čime se taj krug odgovornosti značajno proširuje, ali i podiže taj nivo sveukupnog odnosa i brige prema vodi. A víz vegyi anyagmentes tisztítására és a szennyvízi szap komposztálására egy-egy kísérleti projektumot indított a vízművek. Lényegében egy konténeres komposztálási folyamatról van szó, amelyben mikrobiológiai oltóanyaggal egy gyorsított komposztálási eljárást próbálunk lefolytatni. Kezdeti eredmények vannak, jelenleg már a szennyvíziszapunk megfelel az EC direktíváknak, ami a 86/278-as direktíva, amely persze ugyanúgy, mint Magyarországon, tehát harmonizálva van az ottani rendelettel. A Föld világnapjára készülve a Protego civil szervezet bemutatta az Egészségünkre projektumot, amely az édesvizek megőrzésére és az EU-s vízgazdálkodási szabályok bevezetésére vonatkozik.